téma nem annyira hozzám illik, de a csajok annál inkább fognak örülni neki. Sminkelésről lesz szó, kis Katinka sminkelik a drága kis modellünket, Mesit. No, féljen Mesi? Nem, nem kell félnie, abszolút nem kell félnie, ez alkalmi smink remekül fog állni neki. Na igen, alkalmi smink. Egy alkalmi smink szerinted miben különbözik, mint egy normális hétköznapi smink? Igazából annyiban maximum, hogy egy picit erőteljesebb, tehát jobban kihangsúlyozza azt, hogy most egy különleges eseményre készülünk, például egy esküvőre. Igen, hiszen ugye most az esküvő a témánk. No, hát akkor kezdjünk neki, hogyan érdemes neki kezdeni egy ilyen alkalmi sminknek? Hát ugyanúgy, ahogy a hétköznapi sminkeknek, egy alapozóval fogjuk kezdeni. Pudert teszünk rá, szemhéjfesték, szemceruza, egy szép színű rúzs, amit a hölgy választ, és utána pedig lefixáljuk, és igazából ennyi lesz. Akkor fixáljuk le, de először kezdjük el. Na mutasd, most akkor bealapozózod. Mire érdemes ilyen alapozásnál odafigyelni? Arra, hogy mindenképpen egyenletesen kenjük el az alapozót a bőrön, és mindenhová jusson az arcon, tehát ne hagyjuk ki azokat a felületeket sem, például itt a száj és az orr között, valamint kell tenni ide a szemhéjra is. Mert szemhéjra? Igen, mert hogy az alapozó feladata nem csak a bőr elsimítása és az esetleges bőrhibák javítása, hanem a smink fixálása is, és hogyha a szemhéjfestéket feltesszük, akkor azt jobb alapozóra feltenni, hiszen jobban rögzül. Várj, most abba hagytad az alapozást. Mi történik? Igen, most puder kerül az alapozóra, hogy egy kicsit mattítsa a bőrt, és ne csillogjon az alapozó, mert használjuk a pudert. A puder nem fegy úgy, mint az alapozó? Jó, ezt mondjuk lányok biztosan tudják, de én konkrétan nem. Azt gondolom, hogy egy kicsit más jellegű. Érdemes először feltenni az alapozót, és utána a pudert, mert teljesen más hatása lesz a bőrnek. Jobban fed az alapozó és a puder együtt. Hát igen, ez az alkalmi sminknek gondolom a hátránya, hogyha lehet ezt így mondani. Most várjál, kitalálom, ez pirosító lesz? Így van. Nagyon-nagyon jól eltaláltad. Most az arc csontjához teszem a pirosítót, és az arc csontja fölé egy kicsit. Miért van erre szükség? Így emeli ki legjobban az arc formáját. Most akkor ez a szem... Szemceruza. Úgy néz ki, hogy ez lesz a legfélelmetesebb része a mostani sminkelésünknek, mert ez egy kicsit kellemetlen tud lenni, hogyha az embernek a szemek körül virizgálnak egy ceruzával, egy szemceruzával. Igen, és már láthatjuk, hogy Mesinek van gyönyörű szép szempillája is. Fúj, én ezt nem bírnám ki. Na mindegy, de a lányok ezt kibírják. Jobb ez, hogyha az ember magának csinálja? Feltétlenül. Magának mindenki sokkal jobban meg tudja csinálni. Nyugi, csak leszedem. Mesi, szeretnéd magadnak csinálni? Most már nem merek csinálni semmit. Jó lesz ez. Egynek elmegy. Na most jön akkor a szemhéj púder festék, ez festék. Miért kezdesz fehérrel? Azért, mert világossal kezdünk, és azzal utána haladunk kifelé egyre sötétebben a szem külső része felé. Legelőször mindig a világosabb árnyalatot visszük fel. Aztán jöhet a sötétebb, egyre sötétedő. Szép szemeket varázsolunk emesének. Come together.
Na, úgy tűnik, hogy akkor ezzel is végeztünk. Mutassak meg magad a kamerának. Ez most jelen pillanatban egy ilyen félkész, vagy teljesen kész szem állapot? Ezt még lehetne egy kicsit összemosni, a színeket, ennél jobban. De a lényeg, hogy a világosból a sötét felé indultunk el. És alkalomra nagyszerűen megfelel. Na, mi van most a kezedben? Szájfény következik, ami tökéletesen fog illeni ahhoz a színhez, amit a szemhéjára felfestettünk. Úgyhogy most szájfényt. Na, körülbelül akkor nagyjából végeztünk, hogyha lehet ezt mondani? Igen, azt gondolom, hogy mostanra lett kész. A mennyasszony jelölt. Mennyasszony jelölt. No, hát akkor fordulj meg, mutasd meg magad a kamerának, és így néz ki egy alkalmi smink, à la Katinka.